Már alapszakasz győztesként fogadták a fiatal pécsi csapatot a nyíregyháziak, akik az első percekben tudatosították ellenfelükkel, hogy csak egy eredmény képzelhető el. Az első negyed végén 13 ponttal vezettek a cápák, a nagyszünetre pedig 20 pontos előnnyel vonulhatott le Siska János együttese. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, a harmadik negyedet 2 ponttal meg is nyerték a vendégek. A Blue Sharks azonban végig kontrollálta a meccset, közelebb nem engedték a pécsieket, így végül magabiztosan szerezte meg újabb győzelmét a lista vezető. Erre készültünk, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, agresszív védekezés ellen készültünk. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben eldöntöttük ezt a mérkőzést, jól védekeztünk és jól támadtunk, úgyhogy örülünk a győzelemnek. A 34-nek ott az elején kicsit lazábban vettük a mérkőzést, aztán utána összekaptuk magunkat és megint meglett a 20 pont különbség, és a negyedik negyedben már csak ezt tartani kellett. A hazaiak csapatkapitánya Busz Iván 35 perc alatt 13 pontot szerzett, leszedett 15 lepattanót és kiosztott 15 gólpasszt, azaz tripla-duplát ért el. A kosaras elmondása szerint számítottak arra, hogy nem lesz olyan nehéz dolguk, mint a hosszabbítással záruló pécsi mérkőzésen. Egészen más volt a két derbi is. Az volt az utolsó mérkőzésünk januárban, ami azért egy elég maratoni menet volt, mert a 8. meccsünket játszottuk, amiből 6 idegenbeli volt, már fáradtak voltak a lábak. Most itthon játszottunk, nagyon örülök, hogy nyertünk. Egyrészt azért, mert bár hétközben bebiztosította nekünk a másik pécsi gárda az első helyünket az alapszakasz végén azáltal, hogy megverték a BKG-t, de meg szerettük volna nyerni ezt a találkozót, illetve ha nem történik nagy csoda, akkor velük fogunk játszani a rájátszás első körében, úgyhogy ez jó volt gyakorláskép is, és muszáj koncentrálnunk, mert ez egyébként egy jó erőkből álló, fiatal, agresszív, fizikális kis csapat, és tudnak kellemetlenséget okozni. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest PVSK 2 98-63, Salgótarján MEAFS Miskolc 90-78, MAFS MTK Elite Basket 98-61, Veszprém Vasas Akadémia 89-74, Nagykőrös Baja 122-118 és Budapesti Honvéd BKG Prima Akadémia 87-72. A tabella élén a Nyíregyháza áll 22 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 16-6-os mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémia. A kék cápák pénteken az 5. MAFCot fogadják.